A klímaváltozás és egyéb körülmények miatt egyre nagyobb a jelentősége a megfelelő búzafajta kiválasztásának, mondta a rendezvény megnyitóján Majtényi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is intézkedések sorát hozta a gazdák szakmai segítésére. A rendezvény főszervezője a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas megyei szervezete volt. A Vas megyei terület több mint 40 ezer hektár, ez azt jelenti, hogy a legjelentősebb növényünk a búza. Ennél fogva rendkívül fontos, hogy milyen színvonalon termeljük a versenyképességünk, a túlélésünk érdekében. Ennek érdekében rendezzük a fajta bemutatókat, hogy a gazdáinkat hozzá tudjuk segíteni a legjobb fajtákhoz, amelyekkel a legjobb eredményeket tudják elérni. A megyei elnök fókuszban a kalász címmel tartott előadást, majd bemutatta a sikeres fajtákat a vasi és a szomszédos megyékből érkező gazdáknak. Általában a bemutatókon, hogyha megtetszik valamelyik fajta, abból a következő évben valamennyit vetünk, és akkor meglátjuk milyen, ha jó, akkor utána azt termeljük. Az eseményen résztvevőket Viski József, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára tájékoztatta a szaktárca gabonatermesztőket érintő intézkedéseiről és a különféle támogatásokról.